Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét! Önök a 25. évfolyam 24. heti számát látják. Nézzük a mai adás tartalmát. Műsorunkban először a Vigadó által szervezett kiállításra látogatunk el. Második blokkunkban megismerhetik a vasárnapi választás eredményét. Adásunkat a június 5-i Isten tisztelettel és a Hősök napjára történő megemlékezéssel zárjuk. A Monori Vigadó által filmjelzett a szakkör kezdeményezés célja, hogy azok, akik szeretnének hobbi kézművességgel foglalkozni, megtalálják az ehhez szükséges körülményeket. Ha pedig már elkészültek az alkotások, érdemes azokat megmutatni a közönségnek is. Ebből az alkalomból kiállítást szerveztek, amely június 30-ig megtekinthető a Vigadóban. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász, és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket az Aszakkör immár második évadának kiállítás megnyitóján. Ugye, alig telt el egy év, mikor előző évben itt álltunk, és akkor is azt mondtuk, hogy olyan alkotások készültek, hogy akár népi iparművészek is készíthették volna mindezeket, és szerintem nincs ez másképp ebben az évben sem, ha megtekintitek a kiállítást, fogják látni, hogy micsoda gyönyörűségeket alkottak itt a hölgyek egy éven keresztül. Szeretném bemutatni nektek azt a két szakkörvezetőt, aki mindezt koordinálta, Nagyné Sárdi Zsuzsa kolléganőm. Ő a naturkozmetika és a gyertyakészítés szakköröket vezette, és Balázs Lászlóné Ildikó, ő pedig a Békés megyei hímzés. És erre a mai ünnepi alkalomra a Budai Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai készültek egy rövid műsorral. Kérem, fogadják őket nagyon sok szeretettel. Ez új eszendőben, jobb jött, mint tavaly volt, ez új eszendőben.
telet nyert, jó termés és jó vásárt, ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben. Zsíros és sült kövér hót, ez új esztendőben. Bő aratás szüretet, egészséget, jó kedvet, ez új esztendőben. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a zeneiskolásoknak a műsorát, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben üdvözölhetjük Ciperes Zsófiát, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest vármegyei igazgatóját. Megkérem, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Kedves vendégek, kedves alkotóművészek, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Művelődési Intézet Pest vármegyei igazgatóságának nevében. Egy különleges kiállítást mutathatok be Önöknek a mai napon, amely a helyi alkotóművészek elhivatottságát és munkáját dicséri. A különféle kézműves szakkörök művei olyan szellemiséget képviselnek, amelyben az alkotás öröme kerül középpontba, közösségépítő ereje vitathatatlan. Amikor a Nemzeti Művelődési Intézet elindította az aszakkör programot, ugyan volt sejtésünk arról, hogy egy egész különleges projekttel gazdagítjuk a közművelődési intézmények színterek életét, de az elmúlt évek alatt elért sikerek minden előzetes várakozásunkat felülmúlták. Számos témában, számos kis közösség alakult az országban, és számos nagyszerű munkával gazdagították ezek a személyek a települések népi tárgyi értékeit. A szakkörök segítségével újra felfedeztük a kis közösségek értékét, a régi mesterségek, hagyományok tovább élnek a szorgos kezek jóvoltából. Öröm látni ezt a folytonosságot, azt, hogy az aszakkör program összehozza a kis közösségeket. És most itt vagyunk ezen a kiállításon, örülünk egymás sikerének. Az aszakkör lényege a közösségépítés. Felépítjük a figurákat, tárgyakat, és velük együtt a csoportokat is, akiket egy közös érdeklődés egy szobába csal. Kezet nyújtunk egymásnak, és tanítjuk a másikat, átadjuk a tudásunkat. Ez benne van a program mottójában is, tudásunkkal kézen fogva. Ezért különlegesek ezek a tárgyak, mert mi vagyunk bennük. Itt Monoron három szakkör képviselteti magát, a gyertyakészítés, a naturkozmetika és a hímzés. Gratulálok ezúton is minden alkotónak, gyönyörűek lettek a munkák. Bízom benne, hogy még sok-sok szép munkával fogják megörvendeztetni önmagukat, családjukat és településüket. Alkotó kedvük töretlen lesz, és még több szakkori taggal fogják gyarapítani az eljövendő foglalkozásokat. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük Zsófinak, és igaz, hogy ez az alkotásnak egy más műfaja, amit ez a szatyor tartalmaz. Ez az ezévi Monor városbora. Kóstold és fogyaszt szeretettel tőlünk. Köszönöm. Önöknek pedig azt javaslom, hogy nézzék meg a kiállított tárgyakat. És ahogy Zsófi is mondta, ugye az aszakkörnek nem csak maga ezeknek a tárgyaknak az elkészítése volt, hanem a tudás továbbadása. Ezért Zsuzsi kolléganőm nagyon sok információs táblát készített. Én javaslom, hogy azokat olvassák el, és nagyon sok tudással fognak gyarapodni, akár a gyertyakészítés, akár a naturkozmetika, akár a hímzés területéről. Én kolléganőimnek ezúton is köszönöm az egész éves munkájukat, és azon kívül, hogy ilyen nagyon szépségeket alkottak, nagyon finomakat is készítettek, úgyhogy jöjjönnek nyugodtan, fogyasszanak, nézzék meg a kiállítást, és Zsuzsi is és Ildikó is, ha kérdés van, bizonyára nagyon szívesen áll az Önök rendelkezésére. Mindenkinek köszönjük, hogy ma délután velünk tartottak, mindenkinek további szép napot kívánok.
már elmerült a korlátlanságban. Még mindig beszélek! És még mindig? Most netezek! Még mindig beszélek! És még mindig? Most itt netezem. Végtelenül mindig. Plusz egy! Merülj el te is a Vodafone új maxi csomagjával, korlátlan belföldi beszélgetéssel és adattal 13.990 forintért határozott időre. Vodafone. A következő blogban megismerhetik a vasárnap bonyolított választás eredményeit, és megtekinthetnek néhány képet, amelyet a nap folyamán rögzítettünk. 2024. június 9-én európai parlamenti és önkormányzati választást tartottak egy időben. A monori eredmények a következők. Polgármester Darázsi Kálmán, az egyes körzet egyéni képviselője Balog Imre, a kettes körzeté Árvai Zoltán, a hármasé Aranyi Botond, a négyesé Rendek László, az ötösé Sinkovic László, a hatosé Kamfin Márk, a hetesé Dezsőfi Andor, a nyolcasé Csúzi Szabolcs. Az előbb felsorolt képviselők mindegyike a Fidesz-KDNP tagja. Kompenzációs listán a következő képviselők jutottak be. Balog Péter, a monori lokálpatrióta egylet színeiben. Lendvai Endre, a Mi Hazánk mozgalom képviseletében, és Magdics Mónika Ágnes, a Demokratikus Koalícióra szavazók jóvoltából. Mint már 1998 óta megszokhatták, körbejártuk a szavazókörök egy részét, rögzítettünk néhány pillanatot, amely megmaradhat a történelemnek. Most egy kis összeállítás következik erről a napról. Thank you.
Adásunkat a június 5-én tartott református istentisztelettel zárjuk, amely nem csak a szokásos igehirdetést tartalmazza, hanem Szőnyi Attila jóvoltából azokra a hősökről is megemlékeztek, akik a két világháborúban adták életüket a hazájukért. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki tereád az én irgalmasságomat. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, Árki István és Cibor Petra kislányának Patriciának, Pőce Péter és Gosztola Edit kislányának Millának, Tóth Máté és Gér Alexandra kisfiának, Zétének a keresztelőjére készülve, a 208. énekünk első versét énekeljük el. A 208. énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót! Áldja és szentelje meg mindenható és örökkéval Úrunk a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatását az ő szent lelkének a jelenlétében. Ámen. Szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezet közösségében, és olyan hálás a szívem, hogy olyan családokból keresztelünk egy-egy gyermeket, ahol sokan vagytok, akikkel olyan szép kapcsolatunk van, nem csak nekünk, hanem tudom, hogy Isten közösségében is. Így van ez. Halljátok meg, miként szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát Máté evangéliumának 28. fejezetében, 18. és azt követő versekben olvassuk a Szentírásban. Jézus mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És a mai Zsoltárból is hagy olvassak el két mondatot, a 18. Zsoltárnak az első és második versét. Az éneklő mesternek az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz az ének szavait azon a napon mondta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből. És ezt mondta, szeretlek, Uram, én erősségem. A gyülekezet foglalja a helyét. Hadd legyek ilyen nagyon pletykás lelkipásztor, hogy a Tóth családból az apuka, az tudom, hogy hogy focizott még 15 évvel ezelőtt, nem tudom most, hogy megy a futball, hogy kétszeres édesapaként mennyire van erre idő. Tudom, hogy a Pőce család az szereti az angol bajnokságot, ami befejeződött tegnap, még egy kupadöntő is volt. Hát az Árki családról nem tudom, hogy álltok a futballal, de majd elmondjátok, de nem erről szól a keresztelő. De mégis azért mondok egy ilyen focis példát, mert ebből nagyon sok mindent megtanulhatunk Isten igéjével, meg a keresztelővel kapcsolatban is, és talán ez egy segítséget jelent nektek. Ma, amikor egy-egy nagy futballsztár gólt szerez, akkor sokféle gólöröm van. Ja, Zsoltár arról szól, hogy Dávid legyőzte a medvét, az oroszlánt, Góliátot megmenekült Saultól, tehát sikeres volt az élete. És volt valami nagy-nagy öröme, és azt mondja, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. Amikor valami sikerül, és hagyj forduljak az édesanyákhoz,
Az egy nagy dolog, amikor az ember azt mondja, hogy megszabadultam, és nagyon-nagyon idézőjelesen mondom a terhemtől, és itt van egy drága kicsi fiúcska, vagy két kicsi lány, és a kezetekben tartjátok. Ez is egyfajta ilyen rácsodálkozás, szabadulás. És aztán mindenki értse magára, de én a fociról beszélek, de rólatok szeretnék beszélni, hogy van, aki a gól örömében nagyon büszke arra, hogy ő milyen tehetséges sportoló. Néhány évvel ezelőtt egy futball világbajnokságon, most be van tiltva, mert az emberek érzékenységét bántja, a brazil futball csapatból volt 5 játékos, akik ha gólt szereztek, felhúzták a mezüket, és angolul rá volt írva, szabad fordításban így is fordíthatnánk, hogy Jézushoz tartozom. Tudjátok-e, hogy ennek a csapatnak a futball végén mi lett a vége? Na, a focis csapat. Mi lett a vége? Hát az, hogy ők nyerték meg a világbajnokságot. És amikor élőben néztük ezt a közvetítést, akkor a magyar sport kommentátor, miközben azt láttuk, hogy a focisták, akik vállalták, én Jézushoz tartozom. Tehát a sikerükben nem azt mondták, hogy na, akkor mindenki álljon vigyázba, és akkor a szaúd-arábiai herceg a szerződtessen bennünket felfoghatatlan összegén, meg néhány rojszorszél, hanem letérdeltek a pálya közepén, és imádkoztak. És mindenről beszélt a sportkommentátor 7,5 percen keresztül, csak arról nem, ami látható volt. A keresztség az erről kéne, hogy szóljon. Hogy átéltem a szülésnek a titkát, a fájdalmát, a küzdelmét, férjek, nagyon becsüljük ilyenkor a feleségünket, mert hálásak vagyunk, hogy hogy vannak megalkotva, és milyen erősek. És nem az olyan, amikor azt mondom, hogy én milyen tehetséges vagyok, én milyen ügyes vagyok, hanem amikor felszabadul az emberben, hogy olyan fantasztikus titok ez. A keresztelő arról szól, hogy Isten mindenkinél jobban szeret benneteket és a gyermekeiteket. Éljétek meg azt, én Jézushoz tartozom. És Dávid ezt így fogalmazta meg, szeretlek Uram, én erősségem. Amikor egy hosszú napnak vagy küzdelemnek a végére érünk, akkor az ember két dolgot mondhat, az, hogy én mennyire jól megcsináltam a feladatomat, vagy pedig azt, hogy olyan jó, hogy Isten adott ehhez erőt nekem. A gyereknevelés az nem egyszerű történet. Azért, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy minden igyekezetünk, odaszállásunk ellenére se tudunk olyan szülők lenni, ahogy szeretnénk. És hogy szabadítsam föl a keresztszülőket, a keresztszülők se tudnak olyanok lenni, aminek szeretnék. Nekem van 7 keresztgyermekem, talán annyi. Minden keresztgyermekemért van lelkiismeret forralásom, mindegyikért. Mert távolra kerültünk egymástól, mert nem találkozunk, és van közöttük orvos lassan, sok minden. És alig ismerjük egymást. A gyerekeinket a családban neveljünk elsősorban, és a keresztülőkkel is megígértetünk valamit. Legalább imádkozzatok érte, és legyen bennetek ez, talán ezért volt jó ez a focis példa, hogy az én gyermekem és az én családom, én Jézushoz tartozom, és legyen bennetek ez a tapasztalat, amikor érezzük a fáradtságunkat, a gyengeségünket, a korlátoltságunkat, és azt éri az ember, hogy mégis valami nagyon jót élek meg. Szeretlek, Uram, én erősségem. Mert a keresztség arról szól, hogy annak az Istennek a szeretetébe kapcsolódhatnak bele a gyerekeink, és ezért felelősségetek van, aki a legnagyobb erősségünk lesz. Aki a legtöbbet adhatja nekünk az életre. Sokkal, sokkal kevesebbet ad a legjobb szülő is a gyerekének, annál, mint amit Isten kínál neki. Hát lássátok őket így, tudjátok kimondani a sikerek között, a megajándékozottság között, én Jézushoz tartozom. És amikor nehézségetek van, amikor elgyengültök, vagy türelmetlenek vagytok, vagy fáradtak, akkor legyen ez a belső vallomás, hogy szeretlek Uram, és olyan jó, hogy Te vagy az én erősségem. Hát így neveljétek ezeket a gyerekeket, és amit eddig tapasztaltok Isten valóságából, abban növekedjetek, és éljétek meg, hogy az az elköteleződés, amit meg fogtok fogalmazni, az valóban Isten előtt hangzik el. Most pedig kérlek szépen benneteket, a gyülekezet közösségével együtt valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását,
és hiszem az örök életet. Amen. Két kérdés hagy kérdezzek a szülőktől és keresztszülőktől, és kérlek szépen őszintén feleljetek. Először azt kérdezem, hogy akarjátok-e, hogy gyermekeitek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Az Úristen áldja meg a ti elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek, illetve úgy neveltetitek őket, hogy annak idején a konfirmáció alkalmával vallást tegyenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Az Úristen adjon ti nektek testi és lelki erőt a ti ígéretetek megtartásához, és szeretettel fordulok a gyülekezet tagjai felé, és benneteket kérdezlek, ígéritek-e, hogy ezeket a családokat imádságaitokban hordozzátok, és igyekeztek mindent megtenni azért, hogy Jézus Krisztus parancsa szerint történhessen a gyülekezetben a gyermek és ifjúsági munka. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy hozzá tartozhatunk Jézus Krisztus áldozatáért, és köszönjük, hogy a keresztség ennek a különleges kapcsolatnak a lehetőségét kínálja. Köszönjük ennek a három gyermeknek az életét. Köszönjük, hogy sokféle küzdelemben tapasztalhatták, hogy megtartottad őket. Talán akkor is, amikor ez nem volt náluk tudatos. Kérlek, hogy növeld úgy az ő hitüket, hogy valóban őszinte elköteleződés lehessen szülők és keresztszülők részéről a veled való közösségben a gyermeknevelés. Úrunk, nem tudjuk, mi vár ezekre a gyerekekre, de kérünk, hadd éljék meg, hogy te örökké ugyanaz maradsz a jövendőben, aki most is vagy. Így kérünk az ő jövőjükért, hogy te gondoskodó szereteteddel, szabadításoddal hordozd őket továbbra is. Ámen. El kéne dönteni őket. Zétén, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Milla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Patrícia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Zétény, Milla és Patrícia, a kegyelmes Isten cselekedje, hogy felnövekedhessetek testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és embertársaitok előtt való kedvességben, és hogy az Úr Jézus személyes megváltódóknak ismerhessétek meg. Isten tiszteletünk folytatásaként a 239. énekünket énekeljük. Hadd hirdessem, hogy egy csoportban van gyerekisten tisztelet az iskolások részére a mai napon az új épület tetőtéri szobájában. A következő ének első versének az éneklése alatt menjenek át a gyerekek a gyerekisten tiszteleti csoportokba. A 239. énekünk mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, Isten mondóan, beszélt utamon, egy csak rád maradtam.
szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a Jelenések könyvének második részében, a 12. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszban. Amíg Istennek igéjét olvassák, a gyülekezet foglalja el a helyét. A Pergámon beli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg, Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákat tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmeseknek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén újírott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Isten tegye áldottá az ő igét, hogy ne csupán csak meghalljuk, hanem meg is értsük, és szívünkbe fogadjuk azt. Gyertek, ezért imádkozzunk! Urunk, hadd magasztaljunk és dicsőítsünk, mert egyedül Te vagy méltó, hogy vegyél dicsőséget, és egyedül Te vagy az, aki tudod a mi dolgainkat. Köszönjük, hogy kegyelmedbe fogadó, és köszönjük a nyugalom napját is, azt az időt, amikor magad elé engedsz a színed elé járulni. Urunk, annyi minden van körülöttünk, annyi mindennel vesz körül bennünket ez a világ, de köszönjük, hogy a te kegyelmed az, ami szól hozzánk, és a te szereteted az, ami idehozott bennünket. Segíts nekünk megérteni, hogy te mindennél fontosabbnak tartasz bennünket, és segíts megérteni azt, hogy a te üzeneted az, ami által életünk lehet. Adj nekünk alázatot elfogadni a te üzenetedet, segíts megérteni, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, és szükségünk van a te kegyelmedre. Köszönjük, hogy ezt megnyilvánítottad a te fiadban, Jézus Krisztusban. Engedd meg, hogy elhiggyük mindazt, amit leírattál a Bibliában, a Szentírásban. Engedd meg, hogy engedelmeskedhessünk a te akaratodnak, és úgy éljünk, hogy a te dicsőséged felragyogjon. Könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk. Amen. Ige hirdetésére és hallgatására készülve a 209. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. A 209. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa. Thank you.
Kedves gyülekezet, Istennek igéjét János jelenések könyvének második részéből, a 13. versből olvasom. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg, Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyülekezet, több mint két hete kezdtük el olvasni a jelenések könyvét, ami az Ószövetség utolsó könyve, és az Új Szövetség egyetlen prófétai tartalmú írása. Úgy beszéltük meg lelkész társainkkal együtt, hogy a leveleket fogjuk hétről hétre végig magyarázni itt a testvéreknek az Isten tiszteleteken, és hogyha valakik a testvérek közül a Bibliaolvasó kalauz szerint olvassák a napi igét, akkor nagyon sok minden le van írva a jelenések könyvében, ami számunkra olyan felfoghatatlan, olyan érthetetlen, nagyon sok minden beteljesedett már belőle, és sok minden majd csak ezután fog. Ahogy nézzük a világunk eseményeit, a történéseket, amelyekben élünk, amik napról napra meghatározzák az életünket, akkor bizony még hívő emberként, keresztjén, Krisztus követő emberként is megfogalmazódik bennünk a jelenések könyvét olvasva, hogy Isten nem rémiszteni, nem riogatni szeretne bennünket, hanem meg akar erősíteni bennünket, a hitünket, az értelmünket abban, hogy igyekezzünk még inkább, sokkal jobban ragaszkodni a mi Urunkhoz, és újra oda találni, oda térni az élő víznek kútfejéhez, a víz forráshoz, az Úr Jézus Krisztushoz. János írta ezt a levelet, a szeretett tanítvány, aki nagyon fiatal lett az Úr Jézus 12 tanítványa közül az egyik, János, Jakab, András, Péter egy halászat nyomán hívja el őket az Úr Jézus, és lesznek tanítványok. És aztán ír a Bibliában három levelet és a jelenések könyvét az evangéliumon túl. Tudjuk róla, hogy a 12 tanítvány között ő volt az egyetlen, aki természetes úton halt halált, a többiek mártír halált szenvedtek, haltak a hitük miatt, és János bizony hosszú életet kapva az Úrtól, betelvén az élettel, ahol írja az ige, ment át Isten örök valóságába, mennyei hazába. És 7 levelet ír az Úr Jézus Krisztus a 7 gyülekezetnek, ami közül most a pergamoni gyülekezethez írott levelet nézzük meg. Bevallom a testvéreknek őszintén, hogy amikor elolvastam, hogy én erről az igéről, erről a gyülekezetnek írt levélről fogok prédikálni, akkor azt mondtam, hogy huha, mit fogok én mondani vajon a gyülekezetnek, mert hogy olyan sokrétű, olyan nehezen érthető ez, amit felolvasott itt Jutka nekünk a jelenések 2-ből, mit is fogok én mondani, hogyan tudom én majd továbbadni az üzenetet. És aztán jó volt megtapasztalni, hogy oda kényszerül az ember újra és újra Istenhez, oda kényszerül Jézus lába elé, és el kell kérni tőle, hogy Uram, mi lesz a te üzeneted ezen a vasárnapon? Mi az, amit én továbbadhatok a gyülekezetnek? Ez a város, Pergamen városa a mai Törökország területén található. Az ókorban egy nagyon szép, nagyon gazdag, virágzó város volt. Talán a testvéreknek is rögtön beugrik a Pergamen városának a nevéről a Pergamen tekercs. Azt mondják a történészek, régészek, hogy 200 ezer Pergamen tekercset találtak itt. És ugye a pergamen volt az az anyag, ami állatbőrből készült, és rájöttek, hogy állatbőrből készült pergamenre sokkal jobban tudnak írni, sokkal tartósabb, biztosabb az írás, és tovább megmarad, mint előtte használták a papíruszt. És hát mivel Pergamen városában használták először ezeket az állatbőrből készült tekercseket, ezért hívják pergamen tekercseknek mai napig. És Pergamen városában és a római birodalomban törvény rendelte azt el, hogy minden római állampolgár mutasson be évente egyszer áldozatot a római császár tiszteletére. És ez azt jelentette, hogy tömjént kellett égetni, és tömjén égetés után ezeket a szavakat kellett mondani:
a császár az Úr. És aki ezt megtette a római állampolgárok közül, az kapott egy bizonylatot, és azt mondják a történészek, hogy ezután azt az Istent imádta, amelyiket akart. Dionysos, Zeus, Athénét, Apollót, bármelyik római vagy görög Istent. Na ezt nem akarták, és nem tudták megtenni a keresztjének, mert azt mondták, hogy ez az ő hitükkel nem fér egybe. Számukra a császár ugyanolyan ember, mint bárki más, számukra az egyedüli Úr nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. És miután ez Rómának a fülébe jutott, valahol úgy érezte, hogy a keresztjének ellenségek, elkezdődnek a keresztjén üldözések, a gyülekezetekben a keresztjén hívő közösségeket elkezdik írtani, üldözni, gyilkolni, ölni, és a pergameni gyülekezet is azzal szembesül, hogy hiába vallják Úrnak Krisztust, mégis egy olyan összeszorításban, egy olyan zártságban élnek, aminek a vége az üldöztetés, a halál, a mártíromság. Azt olvastuk, hogy az ítélet kardja bármikor lecsaphatott ezekre és erre a gyülekezetre. És azt mondja Jézus, hogy tudom a te dolgaidat. És lehet, hogy valaki azt mondja a testvérek között, hogy hát, ha Isten tudja az én dolgaimat, akkor én nem akarok vele foglalkozni. Nekem nem kell olyan Isten, aki megmondja, hogy mit, hogy kell csinálni, aki egyik lábam után a másikat kell majd, hogy tegyem, ne legyen nekem ilyen Istenem. Nincs szükségem ilyen Úrra. És az elkötelezett keresztény ember azt mondja, hogy tudod a dolgaimat, Uram, mindent tudsz rólam, mindent tudsz, amit gondolok, amit érzek, nem menekülhetek előled. Ha a tenger túlsó felére kelnék, hogyha a szelek szárnyán repülnék tovább, ott is látnál engem, ott is tudod, hogy mi van a szívemben, mi van a gondolataimban, előtted nem takargathatok semmit, nincs takargatni valóm, a vesémben, a bensőmben látsz, még ajkamon sincs a szó, te már egészen tudod azt, Uram. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz. A görög nyelvben kettő ige van a lakozással kapcsolatban. Az egyik a katolken szó, ami azt jelenti, hogy állandóan egy helyben maradni. Ez az ige. A másik pedig a parolyken ige. Azt jelenti, hogy vándorként, idegenként élni. Milyen érdekes, hogy mi református lelkész családként parókián élünk, ez a lelkész lakás. Vándorok vagyunk ebben a földben. Vándorok vagyunk ezen a világon. A katekumen szó van ide írva, ez az ige, az azt jelenti, hogy egy helyben maradni, ott maradni. Azt kéri Jézus a pergameni gyülekezettől, hogy maradjanak ott, ne meneküljenek, maradjanak ott, ahova Jézus állította őket, ott, abban a városban, és ott kell nekik sóvá és kovásszá lenniük. És Jézus érdekli testvérek az, hogy mi milyen lakóhelyen élünk, hogy mi hogyan viszonyulunk állandó lakosként a körülöttünk élőkhöz, a szomszédainkhoz, a barátainkhoz, a családtagjainkhoz, az utcán elmenő emberhez, a boltban dolgozó emberhez, akikkel találkozunk a városban. Érdekli azt, hogy keresztényként hogyan éljük meg a hitünket. Ahová Isten állít, ott kell világítanod. Akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor fájdalmak, kudarcok, olyan dolgok érik az életünket, amiben azt mondjuk, hogy nem tudjuk, mi a megoldás, nem tudjuk, mikor lesz vége. Ahova az Isten állít, ott kell világítanod. Tudom a te dolgaidat, és ahol laksz. És azt mondja nekem, és neked Isten, ahol élsz, ott világítsál. Vasadon, Pilisen, Monoron, Budapesten, ahová az Isten állít, ott kell világítanod, sóvá és kovásszá válnod. Nigériában minden nap 11 keresztény embert megölnek a hitéért. Azért, mert keresztények. És ezek az emberek ott maradnak, nem menekülnek. Azt mondják, hogy mi a szomszédaink, a muszlim lakosság felé szeretnénk sóvá és kovásszá válni. Mi lenne, ha menekülnének? Mi lenne, ha azt mondanák, hogy megfutamodok, megtagadom Jézust, megtagadom az én Uramat, nem érdekel ez az egész. Azt mondja nekünk a zsidókhoz írott levélben Isten igéje,
mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És úgy folytatódik tovább ez a levél, hogy megtartottad az én nevemet. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodsz hozzám, ragaszkodsz az én nevemhez. Amikor ragaszkodunk valakihez, ezt a testvérek is tudják, azt azért tesszük, mert szeretjük, mert fontos nekünk, mert adunk a szavára, mert jó megölelni, mert jó vele eltölteni egy délutánt, mert jó meghallgatni egymást. Azért ragaszkodom a másikhoz, mert tudom, hogy nem akar engem bántani, mert jó tanácsokkal lát engem. A ragaszkodás az egy pozitív dolog. És azt mondja itt Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy megtartod az én nevemet, ragaszkodsz hozzám. Mit jelent számunkra ragaszkodni Istenhez? Azt, testvérek, hogy bármi történjen velünk az életünkben, akkor is hűségesen megmaradunk Jézus mellett. Ahogy olvassuk az igében, légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. És azt mondhatnánk, hogy milyen dicséretes, a pergamoni gyülekezet jól vizsgázott. Isten tud róluk, hűségesek, egy helyben maradnak, megmaradnak az üldöztetések között, ragaszkodnak az élő kútfőhöz, az Úr Jézus Krisztushoz, de mégsem tehetünk pontot a mondat végére. Mert azt mondja Jézus nekik, van valami kevés panaszom ellened, mert ott vannak nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatából és paráználkodjanak. Megtartotta, hűséges volt, de mégis valamiben elbukott. Hiába volt ott Antipasz, a hű bizonyságtevő ember, a hagyomány szerint azt mondják, egy érzbikában halálra pölkölték, mert keresztény lett. Mégis megszegi az Istennek tett ígéretét, és azt a gyülekezet azt éli, hogy a Bálám tanítása szerint élnek. Többször elmondtam már itt a szószéken, amikor első gyülekezetünkben 1997-ben megtért a gondnok bácsink, Sándor bácsi, aki előtte mindig úgy hozta nekünk a parókiára a fenyőfát, hogy lopta az erdőből, akkor megállt egyszer, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, ezt a fenyőfát én a kertemből vágtam ki, mert megtértem Jézushoz, és azokat a dolgokat én már eltöröltem, kitöröltem a szívemből. És olyan jó volt rácsodálkozni, hogy egy egyszerű kőműves ember, akinek aztán a szíve elkezdett égni Jézusért, milyen bátran, felvállalva tette meg ezt a piciny lépést, de neki és nekünk is olyan sokat jelentett, mert ragaszkodott Jézus Krisztushoz. Térj meg! Felszólítás, parancs. Valaki azt mondja, hogy hogy lehet parancsra megtérni, hiszen, hogy Isten az ő lelke által munkálkodik a szívünkben, és lehet, hogy évek, évtizedek múlva, de valahol, valamilyen úton, módon megszólít bennünket, a szívünkre beszél, egy gyerekkori ének, egy imádság, vagy valami nehézség, ami oda vezet hozzá, és azt mondod, hogy Krisztus gyermeke vagyok, megváltott a bűneimből, megtértem, övé az én életem, és vele megyek tovább az úton. És aztán azt mondja az ige, mert adok neked az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. A pusztai vándorlás 40 évében Isten mannát adott az ő választott népének. Olyan, mint egy kalács, fehér, ennivaló volt, és 40 éven keresztül ez volt Izrael népének az élelme, az ennivalója. És azt mondják a Biblia magyarázók, hogy a legenda szerint Jeremiás a jeruzsálemi templom pusztulásakor a mannát elrejtette a sínai hegy alatt egy barlangban, és hogyha visszatér a messiás, az Úr Jézus, akkor azt a barlangból újra előhozza. Az elrejtett manna azt jelenti, testvérek, hogy közösségben lenni, kapcsolatban lenni Krisztussal. Adok neki az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét. Amikor az ókorban egy gladiátor nyugdíjba vonult, akkor kapott egy fehér táblát. És a fehér táblán volt egy felirat, SP névvel, Spectus. Ez azt jelenti latinról lefordítva, hogy
megvizsgált, megpróbált. És azért hozza elénk ezt az igét János a jelenések könyvéből, hogy a keresztény embernek, a Krisztushoz tartozó embernek ilyen megvizsgáltnak kell lenni, akit időnként megpróbál az Isten, de mégis kitart, mert tudja azt, hogy hű bizonságtevője tud lenni az Úr Jézus Krisztusnak, és adok annak egy új nevet. És hogyha a testvérek olvassák a jelenések könyvét, ha visszalapoznak, akkor először itt szerepel az új szó, és utána majd olvasunk új égről, új földről, új Jeruzsálemről. Senki nem tudja azt, csak az, aki adja, az Úr Jézus Krisztus. És úgy fejeződik be ez, hogy nem csak mannát, nem csak fehér kövecskét kapunk, a fehér kövecskén egy új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Van-e neked ilyen fehér kövecskéd? Rajta van-e? Fel van-e írva a te neved? Múlt héten csütörtökön egy lelkész konferencián voltunk, ökumenikus lelkész körön, és találkoztunk azzal a katolikus plébánossal, aki 20 éve Monoron itt kezdte a segédlelkészi szolgálatát, és emlékszünk arra, amikor Áron elmondta nekünk, hogy ő mindig is érezte, hogy az Isten arra hívja őt, hogy pap legyen. Nem tudja, hogy miért, de már gyerekkorától kezdve érezte. És egyszer csak Isten elé hozta a jelenések könyvéből ezt az ige verset, hogy adok neki fehér kövecskét, és a kövecskén egy új írott nevet. És azt mondta, hogy számára ez lett az az ige, ami elhívta őt arra, hogy pap legyen, ami elhívta őt arra, hogy keresztény Krisztus követő ember legyen. Hát, azt gondolom, hogy fel van adva mindannyiunk számára a lecke, legyen nekünk is ilyen fehér kövecskénk, a mi nevünk is legyen felírva a mennybe, és mi is ki tudjuk mondani, hogy ragaszkodunk az Úrhoz, megtartjuk az ő tanítását, az ő parancsolatait, és hogy oda van felírva a homlokunkra, hogy mi vagyunk azok, akik megmostuk ruhánkat a bárány vérében, és szeretjük az Úr Jézus Krisztust. Isten áldjon, őrizzen és segítsen bennünket ebben. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, drága Úr Jézus Krisztus, a te szavad, a te igédet. Köszönjük, hogy szeretnél elérni a szívünkhöz, a lelkünkhöz. Te tudod valóban a mi dolgainkat, hogy mit gondolunk. Te tudod, hogy milyen érzések vannak a szívünkben, mik azok az örömök, vagy fájdalmak, nehézségek, kudarcok, örömteli pillanatok, amikkel küszködünk, vagy amiért hálát adunk. Köszönjük, hogy név szerint ismersz bennünket, és tényleg nem bújhatunk el előled, mert hogyha a hajnal szárnyaira kelnénk, vagy a tenger túlsó végére érnénk, te ott is ott vagy, és a te jobb kezed megragad bennünket. Köszönjük, hogy így tartasz bennünket, akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor nem értjük, hogy mi miért történik az életünkben. Vezess bennünket a te utadon, segíts, hogy hűségesek maradjunk hozzád, segíts, hogy ahova állítottál bennünket, ott tudjunk világítani. Segíts, hogy miénk lehessen az új név, hogy megváltott gyermekeid vagyunk, és hadd kérünk arra, hogy a fehér kövecske, amelyel elhívtál minket, megszenteltél, hogy gyermekeiddé váljunk, az hadd ragyoghasson az életünkben, hogy lássák az életünket, és dicsőítsenek téged, a mi mennyei atyánkat. Áld meg életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, városunkat, népünket, hozzuk eléd a gyászolókat, azokat, akik fájdalommal küzdenek, akik kórházban vannak, hozzuk eléd azokat, akik kórházi ápolás után vannak és gyógyulnak, hozzuk eléd, Urunk, az örömeiket, a hálaadásaikat élőket, a megkeresztelt gyermekeket és az ő családjaikat, kérünk, áld meg valamennyiünk életét, maradj továbbra is őriző pásztorunk. Amen. Közösen mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
szeretettel, Isten iránti hálával hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt hónapokban hétről hétre, vasárnap esténként találkoztunk egy sorozatban, és a sorozat részvevői közül voltak olyanok, akik már régen az egyház hűséges tagjai, közöttetek is vannak olyanok. Hatan úgy döntöttek, hogy szeretnék elkötelezni magukat felnőttként, én szeretném a gyülekezetnek ennek a lehetőségét aláhúzni. Ami kimaradt, talán tudattalanul, vagy talán meggondolatlanul történt egy kamaszkorban, jó az felnőttként megerősíteni. Nagy dolog az, hogy felnőttként ideálltok, és vállaljátok elsősorban az Úristen előtt és a gyülekezet előtt is. Kérlek szépen benneteket, a gyülekezet álljon fel, és fennállva legyen tanúja az ő fogadalmuknak. Néhány kérdést hagyd kérdezzek, kérlek őszintén velejetek erre. Először azt kérdezem, kijelentitek-e Isten és a gyülekezet előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget önként magatokra veszitek, és hogy az Úr Jézust követni akarjátok. Ha igen, felejétek, kijelentjük. Másodjára azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbejáró Isten és emberek között, és hogy egyedül az ő halálába vetett hit által igazolunk meg ingyen Isten kegyelméből. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. És harmadjára azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, engedelmes, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most pedig fogadjátok Isten áldását és gyülekezetünk főgondokától, Demokó Krisztiától egy ajándék Bibliát. Csilla, érezzétek és lássátok meg, hogy jóságos az Úr, boldog az az ember, aki hozzát menekül. László, mert kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Icu, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Mikor vizen végy át, én veled vagyok, a folyókon azok el nem borítanak, a tűzbe jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Éva, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Szilvi, tapasztald meg, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kinga, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyd el az Úrral te utadat, mert ő munkálkodik. A gyülekezet foglalja a helyét, ti még maradjatok még itt egy percig. Orgona kíséret nélkül énekeljük el az énekeskönyvünk utolsó énekét, a 846. éneket. Ha feleségem segít, azt megköszönöm, ha nem, akkor majd ebéd közben megbeszéljük. A 846. ének egyetlen versét, áldjon meg téged, áldjon az Úr. Nem össze? Áldjon meg téged, Isten hozott benneteket közöttünk, Isten családjában, és a mi ismerkedésünk az továbbra is ugyanígy folytatódjon. Foglaljatok helyet. A mai nap Hősök napja van. Az Isten tisztelet után kérem a testvéreket, hogy néhány perce sétáljunk át a mellettünk levő emlékműhöz, egy koszorúzás erejére és egy zsoltár éneklésre. A Hősök napja alkalmával Szőnyi Attila presbiter testvérünket pedig néhány gondolatának az elmondására kérem szépen.
Dr. Fónya Dernő, sírnak a harangok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hozzád fordulunk. Te vagy egyetlen, ki ismered a szívek fájdalmát, titkát. Mit szenvedett itt a magyar ezer éven át? Hősi harcokban haltak apák és fiak. Tatár, török, labanc és muszka ölte őket, és testüket jeltelen sírokba temették. Érettük szólmai ma, távolból üzennek a hantok, és templomainkban most sírnak a harangok. Uram, te jól tudod, hogy erdő tengernyi fája nem volna elég keresztnek, kopjafának, édesanyák, hitvesek könnye, gyásza, és gyermekeknek szomorú árvasága. Hozzád száll magyar milliók imája, kik sírni nem mertek, a szolgaságban rabok, és templomainkban most sírnak a harangok. Vonatok vitték szörnyű háborúba, sapkájukon virág és nemzeti szalag, és ajkuk bátran vidáman zengte, Kossuth Lajos azt üzente. És elkészült a család fényképe a bevonulás emlékére, szomorú volt édesanyánk arca, bánatos lett szeme, apátlan lett hat gyermeke. De nem múlt el soha a vasárnap, szent hajlékodban ott volt a család, és imádkoztunk. Hozd vissza édesapát! S a megmaradt harangok sírták szívek bánatát. Emlékszem a fájdalmas érkezésre. Mankóval lépett a szobába, és édesanyánk zokogva átölelte. Édesapánk az ajtó felett a házi áldást nézte, hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke. És az öreg Bibliát ajkához emelte, könnye hullott a sárgult lapokra, melyen év szerint gyermeknevek sorakoztak, és beírta, mikor lépte át a kiskaput, és a vallomását, soha többé háborút. Uram, halld a távolsíri hangot, templomainkban most sírnak a harangok. Két világháború, hadifogság, rabság, Dontól Doberdóig sok millió magyar. Imádságtól áldottak legyenek a hantok, templomainkban most sírnak a harangok. Kedves testvérek, kedves vendégek, kedves gyülekezet, 100 éves a Hősök napja. Amikor dr. Fónya Dernő, néhai lelkipásztorunk Fónya Dezső fivére megírta ezt a verset, még nem volt ennek a napnak egyértelmű ünnepnapja. Egy érdekes kezdeményezés 1997. július 20-án szerte a Kárpát-medencében egyszerre szólaltak meg a harangok, és emlékeztek a hősi halált halt eleinkre. És érdekes, hogy július 20-án volt ez a nap, nem januárban a Doni áttörés napján, és nem is május utolsó vasárnapján, a Hősök napján. Ez egy nagyon érdekes időszak volt, hiszen még élt az a nemzedék, akinek teljesen természetes volt, hogy május utolsó vasárnapja a Hősök napja, és már éltek azok a nemzedékek, akiknek teljesen természetes volt, hogy május utolsó vasárnapja az a gyermeknap. És milyen furcsán hangzik, hogy most már, hogy a 90-es években nem volt egy tematikus nap, egy törvényi szabályozás, amely kimondta volna, hogy mikor legyen, sőt, az is kérdés volt, hogy egyáltalán kell-e, hogy legyen egy olyan nap, amikor hősi halált halt eleinkre önállóan, különállóan emlékezhetünk. Ellenben milyen érdekes, hogy szovjet mintára és nyomásra 1954-től kezdődően május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Érdekes egyébként, hogy mind a nőnap és mind a gyermeknap szovjet nyomásra és mintára készült, és mai napig ünnepeljük, megtartjuk akár harsány körülmények között, és nem egyszer a fogyasztást előtérbe állítva. És milyen érdekes ellentmondás ez. Az elmúlt évtizedekben gyakran tapasztaltuk itt Mondoron is, hogy május utolsó vasárnapján egyfajta válaszút elé kerültek az emberek, hogy egy napon két téma dilemmája között melyiket válasszák. De haragudhatunk-e arra a nemzedékre, akik inkább választották a gyermekekkel együtt töltött időt, akár harsány rendezvényeken is, mint a csendes megemlékezéseket a mozdulatlan köztéri szobroknál, hiszen a gyermekek, mint ahogy most is láttuk és tapasztaljuk, itt vannak köztünk, élnek, mozognak, akár talán sokszor is. Ellenben egy régi fénykép, talán egy halvány családi legenda mindaz, ami egy ismeretlen fogalmat, a hősi halált halt őseinkre emlékeztet.
Itt Mondron gyakran szembesültünk ezzel a kérdéssel, hogy egy napon miként lehetne ezt a két témát egyszerre megünnepelni. Pedig ezt az ellentétet gyönyörűen feloldja a Szentírás, hiszen az Úrnak öröksége a fiak, és az anya mély gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. És bizony mi gyakran bele sem gondolunk abba, hogy voltak és lesznek, és most is vannak olyan emberek, akik képesek voltak mindent kockáztatni és feláldozni egy közösségért. És legyen ez a közösség a család, a szűkebb vagy tágabb pátria, vagy akár maga az ország. Hát róluk emlékezünk ma. Legelőször még az első világháború alatt 1917-ben született törvény, amikor a lakosság megtapasztalta, hogy az ígéretek ellenére hiába hullottak le már több egyére a falevelek, nem tértek haza a katonák. Sőt, évek múlva sem tértek haza sem ők, sem holttestük, ellenben a vége láthatatlan hosszúságú veszteséglisták érkeztek. És az első törvény, amely szólt, az az első világháború áldozataira emlékeztetett és felszólított minden települést, hogy anyagi erejének megfelelő méltó emléken örökítse meg mindazok nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel. Ez a szobor itt a szomszédban is emiatt készülhetett el 1923-ban, ahol majd elhelyezzük koszorúinkat. De ekkor még önálló törvény nem volt arra, hogy mikor legyen az a nap, amikor emlékezünk hősökre. 1924-ben, éppen 100 évvel ezelőtt született meg a törvény, ami május utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatta. Ez lett a hősök emlékünnepe. A magyar nemzet mindenkori hősi halottainak emlékére. De ahogy 100 éve is, úgy, ahogy most is, az aktuál politika befolyásolta az ünnepet, hiszen a revízió vágyában élő Magyarország inkább akarta meglátni a bajtársát gyászoló veteránt, mint az apát, testvért, férjet, gyászoló, édesanyát, özvegyet, vagy épp az árvákat. Mert akkor is háborúra készült az egész földrész, és benne Magyarország is. És ez a háború meg is érkezett, és a második világháborúban elesettekre még az elején tudtak emlékezni május utolsó vasárnapján, de mikor véget ért a háború, egy teljesen más világ köszöntött be. Abban a világégésben elesetteknek már nem volt emléknapja, sőt, az akkori hatalom rosszallását kellett elszenvedni egy egész nemzedéknek, akik sok esetben nem tettek mást, mint állampolgársági kötelességet teljesítették, és bevonultak ők is, mint egykor atyáik, hogyha hadba hívta őket a haza. Néhány kutatók az első világháború áldozatait hívja elfelejtett nemzedéknek, pedig gyakorlatilag kiár az a megtiszteltetés a második világháborúban részt vettek és áldozatainak is, hiszen gyakorlatilag évtizedeken keresztül semmilyen módon nem lehetett szervezett módon emlékezni a véres 20. század háborúiban Magyarországért harcoló hadseregekre, sem a hősi halottakra. Nem sokan maradtak már életben abból a nemzedékből, akik érintettek voltak, amikor az új ezredévben született meg az új törvény, a Magyar Hősök emlékünnepéről, ami sokat merített az elmúlt évszázadok vagy évtizedek törvényeiből, de két különbséget ki kell emelni. Az egyik, hogy már nem nemzeti ünnep ez a nap, május utolsó vasárnapja, de ellenben a világháború áldozatai mellé mindazokat beemeli a törvény, akik Magyarország történelme során akár napjainkban is életüket kockáztatják, vagy éppen fel is áldozták az országért, és ami fontos, az országban élőkért. Hát rájuk emlékezünk és emlékezhetünk. 2017-18-19-ben két legnagyobb létszámú gyülekezet közösen emlékezhetett, a Covid ezt a kezdeményezést szépen megszüntette, ma pedig ezt a fonalat fölvéve közösen megyünk majd fejet hajtani a hősök emlékművénél itt a templom mellett. De az elmúlt években is rendszeresen elmondtam, hogyha pusztán törvényjavaslatoktól várjuk azt, hogy megelevenedjenek az emléknapjaink, akkor minden népnél lábbalobbak vagyunk. Mert minden emléknap annyit ér, amennyi tartalommal mi magunk megtöltjük. Mondjuk el hát fiainknak, a ránk bízottaknak, hogy azért tudunk élni ma ilyen nyugodt körülmények között, mert voltak és vannak olyanok, akik képesek hőssé lenni. Senki sem születik hősnek, de azzá válhat azonnal, ha eljön az ideje. Mi pedig becsüljük meg a békesség napjait, és adjunk hálát az életért. Ki tudja, meddig tart még-e mostani kegyelmi állapot. Kedves testvérek,
ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig születnek újak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Attilának, amit elmondtál. Itt vannak az időseink, akik hadijárvák voltak. Vagy a nagypapa nem jött haza már, és nem ismerte meg az unokát. Vagy talán egy méhe alatt gyermekére váró édesanyja nem mutathatta meg a férjének a gyermekét. És tudjátok, hogy ha elmegyünk a monori világháborús emlékművek mellett, akkor jó sok nevet olvasunk, akik a szomszédjaitok, elődeitek szomszédjai voltak, és nem emlékezik rá ma szinte senki. Nagy mulasztásunk és nyomorúságunk, gyülekezetünk levéltárából előkerültek egy félredobott vászonzsákból azok a katonalevelek, amiket a második világháborúba az éppen akkor lelkipásztorként szolgáló elődömnek írtak a frontról hivatalos nyomtatványon, a lelkipásztorral állandóan beszélgettek. Kérlek szépen, hogy beszéljetek erről a gyerekeitekkel, én is édesapa vagyok, és rájövök arra, hogy a gyerek szívesen tanulna, és mi nagy-nagy mulasztásban vagyunk. Köszönöm Attilának a hűségét ebben, és kérlek, kicsit hosszabb most az Isten tisztelet, szálljunk arra majd még 10 percet, hogy álljunk meg a szomszéd emléknőnél legalább egy koszorúzás erejére, hogy lássák a gyerekeink, hogy nekünk fontos az, és a történelmünket mi nem elfelejtjük. Éppen elég szándék van arra, hogy elfeledtessék velünk. Így énekeljük el a záróéneket, és fogadjuk az áldást, és utána majd sétáljunk át az emlékműhöz. A záróénekünk a 834. számú énekünk, mind a 3 verse, mely így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás, békesség, szép vasárnapot kívánunk! A 18. Zsoltár 3. és 4. versét hagy olvassam. Az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, idvességem, szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Isten áldja meg a hősök emlékét, és legyen a mi feladatunk a jövendőre nézve, hogy az ő emlékezetükkel hűségesen, Istenhez méltóan törődünk, és beszélünk róluk az következő utánunk jövő nemzedékeknek is. A 90. Zsoltár első versét énekeljük el, mielőtt koszorúzunk, a legtöbben ismerjük ezt. A 90. Zsoltár így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi egyet nem voltanak. Hogy mégsem föld nem volt formálva, te voltál.
szépen, hogy megtetszettek itt állni. Mindannyiunk a Isten velünk, viszontlátásra, áldott szép volt a Gemini Televízió 25. évfolyam 24. heti száma. Adásaink továbbra is a megszokott időpontokban láthatók. Szombaton 17 órakor az új műsor, majd hétfőn 15 órakor, és pénteken 21:30-kor az ismétlés. Kérjük, kövessék nyomon és segítsék munkánkat, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol HD minőségben is megnézhetik a beszámolókat. Elérhetőségeink változatlanok. Telefonszámunk 0629 413 511, e-mail címünk gemini.tv2000@gmail.com, honlapunk pedig www.gemini.tv.hu. Köszönjük a figyelmet, szép hétvégét kívánunk, viszontlátásra!